Már kora délelőtt kígyózott a sor Szabadhegy egyik ikonikus épülete előtt, rengeteg látogatót vonzott az idei nyílt nap a szabadhegyi víztoronyba. Szombaton rendezte ugyanis hagyományos nyílt napját a Panonvíz, ahova ezúttal közel 1000 érdeklődő érkezett a csodás látvány miatt. A víztorony látogatás 10-től 13-ig megnyitja kapuit a szabadhegyi víztorony, és már az elején jó sokan voltak, hiszen most adtuk át a vízvilágnapi rajzpályázatunknak a díjazottjait. A gyerekek és a szüleik voltak az első vendégek, akik fölmentek a toronyba, és hát 9 óra 48-kor nyitottunk, picit előtte, de gyakorlatilag 10 óra 07-re már telt házat jeleztek odaföntre, tehát onnantól csak 10-es csoportokba lehet menni. Jó hosszú a sor, hát azért reméljük, hogy bírni fogjuk. Idáig olyan 1000 körüli volt a legnagyobb létszám, akit tudtunk odafönt fogadni, lehet, hogy most még túlhaladjuk ezt. Az építmény 43 méteres magassága önmagában ugyan nem számít kuriózumnak, de az, hogy dombtetőre épült, páratlan panorámát kölcsönöz a látogatók számára. Stábunk is megmászta a lépcsőfokokat, hogy utána járjon, kinek hogy tetszik a nem mindennapi látvány. Egy nem mindennapi lehetőség ide feljutni, hogy ez a panoráma táruljon elénk. Mit gondoltok, hogy tetszik a kilátás? Hát, mivel még sose voltam itt fent, szerintem szép kilátás. Neked hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik, mert mindent látunk belőle, és látjuk a többi kilátót. Neked mi tetszik a legjobban? Az, hogy nagyon sötét lehet innét állni az országra. A víztorony nyújtotta a panoráma mellett számos érdekes és népszerű program is várta a látogatókat a nyílt napon. Más bemutatók is vannak, arcfestés, itt a vízi közmű terepasztal, és a sorbálás közben meg lehet nézni ezeket a csodálatos víztornyokat. Varga Ervin maketkészítő mesternek a munkái, sose láthattuk így a víztornyokat, mindegyiket láthatjuk közelről, de azt, hogy egymás mellett sorakozik a marcalvárosi, meg a legkisebb, a budai úti víztorony, hogy arányokban micsoda különbség van. Mondjuk, hogy az egyik csak 400 köbméteres, a másik meg 6000, no hát itt aztán lehet látni, hogy mi különbséget jelent ez. A marcalvárosi mekkora vagy monstrum, ugye ahhoz képest, amilyen pici aranyos a többi. A Panonvíz nyílt napja ezúttal is nagy sikert aratott, aki megcsodálta az elé táruló panorámát, biztos, hogy örökre felejthetetlen élménnyel gazdagodott.